Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, Balázs vagyok, és folytatjuk a Himena Let's Play sorozatunkat, ott legutóbb abba hagytuk, a kilencedik epizóddal. Ugye egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal, jó, egy nagyon számoljatok le, nem különösen sok nagyon, de hogy egy meglehetősen fiatal ember vagyok. Én, King Perro, a nagy anyánk, a Queen Urakka volt az, aki egyesítette itt a kasztíliai földekké gyakorlatilag a királyságokat, vagy a hercegségeket, és most velük próbálok valamit elérni, a probléma az, hogyha meghalok, akkor game over valamiért. Butaság, mert hogy a nagybátyám továbbra is élne varrában. Ó, oh, nem már ő sem él. Mindegy, amíg, vagyis nem uralkodik. Amíg uralkodott, addig sem, addig is azt hittem, hogy game over, de mindegy, ezt fogadjuk most el. Próbálok itt terjeszkedni, meg próbálok elérni valamit, próbálok felnőni elsősorban, illetve a a muszlim területeket elfoglalni, mert hogy a navarrai háború az még valószínűleg picit odébb van, vagy hogy az, hogy navarrát megszerezzem, de hogy azért megpróbáljuk. Azt nézem, hogy Kordóba is egy jó célpont lenne, Zirid is, csak azt hiszem, hogy például piétám nincsen. Igen, ez volt a múltkor a probléma, hogy ugyanezek lehetőségek, viszont nincs elég piétám, hogy, hogy, hogy bármit is megpróbáljak, és nem is nagyon tudok piétát szerezni, nagyon minimálisan kapok, és nem nagyon van rá lehetőség, hogy csak úgy gyűjtsek piétát gyerekként. Úgyhogy a legjobb, amit tehetek, az az, hogy felnövök igazából, de addig még hat év van hátra, és addig, hát nem azt mondom, hogy rosszabb lehet minden, mert úgy gondolom, hogy ezek nem igazán szoktak egyesülni, ezek a területek, de azért némileg kellemetlen közben champagne megjelent a mandaizmus, amely egy dualista hit, jó szórakozást a franciáknak, nincs elég bajuk, jobb, yep, ott is van, ráadásul Észak-Franciaországban jelent mindez meg. Ez elég szomorú. Ó, oh, elhívtak bulikázni. Jó, mindenképpen elmegyünk, mert itt azért azt hiszem van lehetőség arra, hogy piétát szerezzünk. Az gondolkozom, hogy esetleg ilyen county háborúkat meg lehetne vívni. Ah, még az sem. Még ahol sincs elég piétánk, hogy countyért menjünk. nem baj, addig gyűjtöm a pénzt, és... Um, és reménykedek a legjobbakban. Ugye lement az Absolute Crown Authority-ről high ezt azt hiszem, hogy, hogy én magam vállaltam, mert fölösleges a hájon lenni, vagy abszolúton lenni, így, hogy hájra fel tudtam menni, ez nekem teljesen megfelel. Oké, ez ennyi volt az a buli, ez nem volt túl esemény teljes, maradjunk annyiban. Közben a, a Holy Roman Empire-nél lázadás tört ki, ez egy Duke Heinrichot szeretnék felültetni a trónra, ez egy eléggé hanvába volt próbálkozás. Magyarországon második András uralkodik, aki elzárkózik mindentől. Horvátország önálló, Lengyelország önálló, harmadik boleszláv, aki 15 éves, de már is abszolút egység. Van egy szép, pomerániánk, ami amúgy kereszt. Nem keresztény. Szlovénszkai. Van egy nagy Angliánk, uh, Skócia, nem igazán teljes még. Hát igen, most nem tudok már csinálni, mint hogy így szétnézek a világban. Van-e valami különösen izgalmas dolog, például akármi is történik itt, nagyon adom. Ez nem egy nagy királyság volt itt? A szelcsukok voltak itt, és így apró pici darabokra estek, te jó ég. Azért az kemény. Ja, hát euh, én ennek örülök, kár, hogy semmi közöm hozzá. Olyan értelemben, hogy ezek hiába estek szét, én ettől előrébb nem vagyok, meg bejebb nem vagyok tőle. Most valahogy ilyen töredezettnek tűnik, ugyan minden is. Ha megnézitek, akkor van itt egy ilyen ezen a részem. Tehát például az olaszok is, mintha a Toszkána kicsit megtört volna, a Toszkáné a hatalma. Apulia, a lengyerek kettőben vannak, Kápua, öm, Bizánc is itt is van, meg nincs is itt. Közben valaki próbál meggyilkolni engem, hál' Istennek, ennek nagyon örülök. Mert hogyha én megrok, akkor Game Over is kezdhetjük előről. Aztán itt az északiak is kicsit össze vannak töredezve, erről nem is beszélve, ami itt történik. Nem tudom, hogy ez az új patchnek köszönhető, ott valamit csavartak ezzel kapcsolatban, vagy csak így ez most így alakult, ez dobta a gép. Na mindegy, közben ugye megpróbálnak megölni 5% eséllyel és 20% szikraszivel, szóval ez valószínűleg nem fog nagy sikert elérni, de azért lehet, hogy oda küldöm a Spy master hogy derítse el ki, hogy mi a vihar történik itt. Mi a fővárosunk? Zamorrában van a fővárosunk, úgyhogy oda megy Duchess Aldonza, és megpróbálok kideríteni a titkokat. 6 hónapig fogjuk kutatgatni. Ha nem talál semmit, akkor így jártunk. Van itt egy development növelés. Ú, az elég sokáig fog tartani, ahogy elnézem. Lehet, hogy inkább Collectex-re kéne ráállni. Ja, álljunk át Collectex-re. Tudom, hogy már egy harmadnyit halad, de mindegy, jó lesz ez így is. Ez itt lehetne egy increase control, Beneventében például nincs elég kontrollunk, ez pedig inkább a domestika félrekkel kéne törődni, mint prestige gyűjteni, hiszen prestige azért viszonylag elég van. Szóval az, az, jelenleg nem probléma. Amúgy úgy látom, hogy valamelyik tanácstagom... Igen, a marsallunkat kéne lecserélni valakire, aki szeretne is. <coughs> mi? Ó, oh, várj! Ó, oh, mi történt? Te jó ég! Szóval... Ő... Muhammad of Castello ő neki ő azért lett muszlim, mert megkért, azért lett keresztény, megkértem rá. És azonnal be is kértem magát a tanácsba, de pont most akartam kinevezni, hogy legyen ő a Spy Master. És csak azért gond, mert neki megjelenik egy olyan, hogy Fired from Council, de ültetlek is vissza, drága, ne aggódj egy percig sem. mert vissza a tanácsba. Megtartotta vajon? Nem, szerencsére eltűnt a Fired from Council. Ez egy kicsit jobb, mert, hogy mégiscsak 22-es Spymaster és 12-es Az más kérdés, hogy a Spymaster lehet, hogy csatlakozik a gyilkosság gomba, Hogy megöljenek. Aha, 56-71-hez. Kicsit felment ez a szám. Az a probléma. Én ebben a Spymasterben nem bízom. De nem is tudom kirúgni az a baj. Meg sem tudom gyilkolni. Ez gond le kell tartóztatnom sajnos. Ezzel nagyon komoly véleményt fogok veszíteni, de nagyon gyanús, hogy ő is elkezdett ellenem. Tudom szvéjelni? Wow. Szóval nagyon komolyan elkezdett ellenem áskálódni. Azt hittem gyereké nem lehet szvéjelni. Na mindegy, én őt le fogom tartóztatni, most sajnálom. Vagy egyszerűen csak visszaveszem a földjét. Nem, letartóztatom, arra van 14 esély. Ha fellázad, akkor leverjük, de ez... Ó, oh, nincs, Várj, 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 imprison, imprison. És kapok sajnos, sajnos 20 véleményvesztést a vazalusok ellen, de muszáj, mert ezek meggyilkolnak, akkor meghalok. Mayor Williamről kiderült, hogy igazából nem hívő. Ó, sikerült, lehet az a 14 ra shit! Az elég koma is, látjátok? Le is esett 5 és 20-ra. Szóval igen, ő, ő arra használta a Spymasteri hatalmát, hogy megöljön. Remek kiváló. Kán diego raktam oda a helyére, aki amúgy nem annyira okos, titeket én kicserélnélek. Igazából nem zseniális. Egyik sem, tehát Count Diego főleg nagyon rossz marsalnak, de most sokkal fontosabb az, hogy találjuk meg azt, aki meg akar engem ölni. És azt, azt jobban meg tudja csinálni ez a, ez a nő, akinek egyébként eléggé kalandos útja van így a tanácson belül, mindenhova is ül. Ugye Duchess Aldonza, jó, hát amúgy mindenki jobban utál most egy picit. Count Fuddled pedig, hát lehet, hogy elvenném tőle a földjét. Még jobban fognak utálni. Sajnos. Van neki utódja? Van, egy fia. Közben paraszlázadásba hívnak be, úgyhogy nagyon szívesen jövök. Amúgy megvered magadtól is, szerintem menni fog. Ó, oh, vagy nem. Szóval, van neki egy fia, viszont az ilyen hat, ilyen kis négy éves. Úgyhogy ha kivégezném, amiért megint kapnék Tirennit, akkor egy darabig nem lenne ebből probléma. Oké, okay, valaki próbált megölni. Miért Benito próbált megölni? Most watchful lettem, elsőre nem sikerült, de ez, ez nagyon veszélyes játék, ami itt történik velem. Ha elveszem a címedet, azért 20 véleményt veszítek szintén. Akkor maradj egy a börtönben. Jaj, oh, nem, nem, nem jártam jól ezzel a dúddal, ugye őt beszubjagáltam, ha jól emlékszem. Vagy valami történt. De nem a jó fajta valami. És közben segítenem kéne a királynak. Jó, menjünk, segítsünk neki. Mondjuk, hát preszt is nem igazán szerzek belőle. Amiatt nem kell, attól nem kell félni. Igen, szálljunk valahol itt partra. És egyesítjük az erőnket, akkor tudunk meg tudjuk őt ölni, hogyha viszont nem, akkor, akkor külön bukunk el, ami annyira nem jó szórakozás. Tart még a meggyilkolásom? Tart, remek. Azért remélem nem fog sikerülni. Jó, rasidáról derült ki, hogy ő akar megölni. Hát akkor Böri. Ő akart megölni, vagy más, más forgatott? Más forgatott a fejében. Nem is akart megölni. Ó, kaptam egy kutyút! Jehé kutyú! Majd biztos nevet is kell neki adni. Ó, oh, lehet bármilyen neve. Amiből, vagy Shadow, nevezzük el inkább úgy, hogy... Uh, hogy, uh, hogy, hogy... Hogy, hogy nevezik a spanyol kutyákat? Valami kanin biztos. Akkor legyen kan... kan... kan. Jó, így nevezzük el. What a great name. Törökül is működik, angolul is működik, spanyolul is működik, mindenhogy is működik. Na, hogy tudnám rávenni a franciákat, hogy segítsenek ebben a csatában? Probably se, hogy... Ha én most oda mennék, akkor azonnali halál, de hogy instant, mert nagyon rossz a tábornokom. De valahogy rá kéne venni a franciákat, hogy segítsenek. Ők inkább ott vannak elfoglalva. Akkor, hogyha esetleg ostromolnánk, az nem megy. Mert ahhoz először mást mi kell ostromolni. Üff. Hát ez sehogy sem néz ki túl jól. Főleg mert nincsen jó tábornokom, de hogy így... Ezek ilyen tábornokok. Négy hónap van még hátra. addig, hogy ezt megnyerjem. Ő viszont, neki még van 30 nap hátra. Kezdek igencsak aggódni emiatt, a gyilkosság miatt. Jó, hát 500 nem kéne, hogy megöljenek, de... Láttunk már karonvarjut. Na, csatlakozott hozzám Dude. Mehetünk-e együtt ellene? Vagy először vegyem be itt ezt a területet, és utána csatlakozhatunk. Találjuk mindenfajta titkokat amúgy a vazalusom, de egyik sem túlságosan fontos, vagy a Spy Egyik sem elég bekiáltó. Fús kicsi! Úgy, úgy. Nyerünk itt éjszakon, aztán lehet, hogy lemegyünk. És uh, megpróbálhatjuk megölni őt. Mert valószínűleg az a leggyorsabb útja annak, hogy lezárjuk ezt a lázadást. Áldonzátom, hogy le nem tartóztatni, de annyira nem megaszkodok hozzá. Jó, megvan egy, most már mehetünk oda ostromolni. adott a háború, hál' Istennek. Legalább szereztünk 21 aranyat ö, a, a, az ostromból. Szóval a Spy lehet le tartóztatni, gondolom félrelépett, de nem fogom. Mi itt Pierce, inkább rendezek egy bulikát. Hát, ha kapunk Pietát, meghívtam ezt a két srácot, az egyik Count Ordonio Aldon Zess of Ucles, más pedig Abdul Aziz Ibn Fadl Aftasid. A te apukád van a börtönömben, igaz? Ja, szeretnél, szeretnél uralkodó lenni, kicsi? Mert el tudom intézni. Ó, oh, Istenem. Uh, I am talking to my vessel. Igen, well, éppen Count Ordonorról beszélgetek az életről, és elplegykáltam egy kis titkot. Hát, whatever. Megfenyegetettem, hogy valakinek elmondja, akkor uh, akkor eltöröm az arcát. Kánt Ordonyónak ez tetsz, tetszik, hogyha respektál. Oké, okay, próbáljuk meg. Jó, ő így tiszteli azt, hogy én betöröm az arcát. Uh, akarunk e harcolni a lovagokkal, hogyne, szeretnék právest kapni, és kaptam is már 13 a práveszel, szóval ami azért annyira nem. menő. De oké. Okay. Ki szeretném, hogy a barátom legyen? Vagyis Oswulf de rumára lehet a barátom, és Afonso pedig lehet a riválisom. Én inkább barátokat szeretnék szerezni, mint riválisokat, hogyha ez megoldható. Expedite Scheme Decision, ezt várom, hogy használhassam. Meghalt valami ismerősöm? Ramón. Ja, a börtönben, aha. Jut eszembe, én csak bedobnám a Böribe. Vagyis a mély bőribe Azt az ürgét, aki fellázadt ellenem. Vagy akit ilyen 14 ra sikerült bezárni a börtönbe, tök véletlenül. Ö, leküldjük a dungeonbe, aminek őszintén szóval senki nem fog örülni, közben kiderült... Mayor benito hogy hogy egy kanibál. Nem ő akart megölni? Valami ilyesmi volt. Vagy legalábbis valamit szkímelt ellenem. Szóval elküldtem a dungeonbe a másik arcot. A Castelo az urát. Hát, ha ott nem annyira bírja az egészsége. Elég, elég, elég éle is ment. Az a szám, amit szeretünk, hogyha lemegy. Úgyhogy valamennyire azért ez. Ez jó hír. Jó, mennyi idős vagyok most? 14 éves nagyszerű, nem sokára elmentek zarándokolni, gyakorlatilag azzal fogjuk kezdeni, hogy elmegyünk Jeruzsálembe, és utána hazajövünk és ezzel a szent tudással azonnal neki megyünk. Hát a legnagyobb arcnak. Nem tudom, hogy ki lesz az, de őt fogjuk megtámadni. Közben azt nézem, hogy nem nagyon akar terjedni ez a keresztény dolog. Sajnos. Annyira, mennyire én szeretném. Nagyon-nagyon lassan terjed csak. Ugye itt is még hátra van legalább 5 év, év, hogy Kuenszát meg, meg, meg tudjuk változtatni, vagy meg tudjuk téríteni. Nem tudom, a többiek dolgoznak-e rajta. Ez amúgy elég szomorú, hogy, hogy nem lehet tudni. Ugye nem látszik sehonnan, hogyha dolgoz. Upset over conversion. Hogyha van egy ilyen módosító, akkor mondhatjuk hogy biztonsággal, hogy zajlik a conversion. Vagy ezt nem lehet így kijelenteni. Upset over conversion nagyszerű. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy meg tudom nézni kívülről is, hogy valahol. Ugye ezt panaszkodtam rá, hogy nem lehet tudni kívülről, hogy valahol zajlik-e conversion és itt például nem, nem zajlik ennek ellenére a mínusz 45-ön. Szóval, és akkor van, hogy egyszerre dolgozik. Vagy nem? Vagy csak egy esemény miatt jött ki? Mert itt például van egy olyan, hogy support for conversion plus 5, 30. Tehát akkor az lehet, hogy... Nézzük meg ezt közelebbről. Increase autonomy support for conversion, local specified unused farmland. Ja nem, nem így zajlik, itt zajlik. Upset peasants, Location respected, local specified. De itt meg nincs... Itt meg nincs hogy upset from conversion. Upset peasants. Jó, én ezt nem... Nem tudok belőle, hogy hogyan lehet megalapítani kívülről, hogy valahol zajlik-e conversion, amit nem én csinálok. Mert van, hogy már dolgozom rajta 10 évig, és így kiírja 9 és fél évnél, hogy... Uh, Ó, oh, Princess Zahida akart megölni, közben kiderült. Hát akkor mehetsz a férjedbe, a bőribe. Szóval. Uh, nem fog sikerülni, de legalább elmenekül. Szóval kiírja, hogy hát, dúd, amúgy véget ért az, mert hogy. Uh, mert hogy már valaki más megkonvertálta előtted fél nappal. Na, ő most elmenekült, ha minden igaz. Ez a nő. Oh, nem, ez én vagyok. Szóval az a nő. Ennél fontosabb, hogy véget ért az ellenem való gyilkossági kísérlet. Közben egy González ez azt mondja, hogy szeretné, hogy, hogy elfoglaljuk neki. Mit szeretné Viszkája? Naherát szeretné elfoglalni. Én azt mondanám, hogy nem biztos, hogy ezt tudom vállalni. Nem akarok neki venni most ezeknek a szerencsétleneknek. Természetesen jön velem a kutyám a meetingre. Ne is ezt, ez teljesen frösdeg, megkérdezned. És szerencsére, nagyon jól viselkedett, ezért mindenki nagyon szereti a kutyát. Ja nem, pontosabban mindenkit megijesztett, hogy amikor elkezdtek vele vitatkozni, akkor a kutya elkezdett morogni. Ez is egy megoldás. A maga módján, de ez is egy megoldás. Jó, szerintem itt a fight syncröcc amúgy, uh, amúgy elérte a célját, úgyhogy mehetsz vissza. Ez hihetetlen. Ezek a franciák, én megőrülök ezek miatt. Jó, persze, megyünk megint Hagrid ellen, vagy ki a ja, tököm jön ezúttal ellenük, de hogy ezt egyedül is nekik ne kéne tudnod verni, 6500-an vagy az isten áldjon meg. Hogy tudnak ezek állandóan háborúzni? Ez egy ilyen tiranni háború most éppen, amit a refelnek az ura vezet, ez 70 éves az ember, tehát... Uh, nem ár, hogy nekem emiatt kéne aggódni. Ó, oh, közben Dangerous Faction is lett igen, ezek a, a, muszlimok, nem lesz belőle gond, ha fel is lázadnak, akkor sem lesz gond. Közben annyi stewardship szereztem, hogy már 5 per 6 vagyok. Lopét közben nem tudom meggyőzni, hogy amúgy én jó arc vagyok. Minusz 1 a véleménye. De majd megy följebb. Lehet amúgy, hogy most... Haza is hozhatom onnan a szvéjelést. És inkább olyannak kéne kiküldeni, aki biztos, hogy fontos vazalusom lesz, mondjuk ő. Igen, szvéjeljük őt. A másikra most már fel fog menni, hiszen, hiszen lekattog a negatív. Ugye a Tyrant és a Respected. Az, az szépen csökken. Jó, szuper. Majd a kultúra is változtatok, hogy elég nagy leszek. Mert most Norman vagyok, ami azért annyira nem vicces. Főleg, hogy nem is vagyok a feje... Megint vége a háborúnak, nyertünk. Nem is vagyok a feje a Norman kultúrának, amennyire tudom. Nem bizony, ez a szőke dúda feje. Még elhívtak egy utolsó gyerek zsúra, mielőtt felnőtt. Kicsit furán érzem magam 15 évesen az 5 éves gyerek zsúrján, de oké, okay, mindegy. Csak legyen sör, mert ezen a ponton már ez kifejezetten tud érdekelni. Milyennek a számaim? Amúgy 8, 13, 10, 5, 4, 13, nem mondanám, hogy zseniálisak. Eh, megpróbálunk kezdeni vele valamit. Az, hogy 13-as a Marshall, ez elég elkeserítő. Nem nagyon érzem azt, hogy én leszek a legjobb tábornok ever, de majd ugye ezt lehet szépen fejleszteni. Ez egy nagyon unalmas babazsúr volt. Szóval lehet szépen fejleszteni majd az idők folyamán azzal, hogy kicsit ráfekszem a történetre. Na, mikor van a szüri napom amúgy? Január 12, tehát akkor elvileg fél év múlva, vagy kevesebb, mint fél év múlva, én leszek a nagy felnőtt 16 éves rác, aki már önrendelkező, és mehetek zarándokolni. Ó, oh, yeah. Abdul az is meghalt a börtönömben, ez nem az, akinek meg kellett volna halni. Nem Castelo Branco úra, aki közben étvágytalan is lett, de érdekes módon ezért nem veszít életet, vagyis HP-t. A felesége hova került amúgy? Halóva ide? Blackingébe igen. Azt mondja nekem, a Ziridi Emirátusnak az ura, hogy lemészárolták a fiát egy csatában, vagy egy, nem is csatában, hanem egy verekedésben. Méghozzá egy Gonzálo volt. Hát ez nagyon szomorú, de hogy ez nem az én problémám. Szintén szólva. Gyúgonzáló kicsit jobban szeret, aminek én teljesen örülök. Mert eddig elég mínuszban volt, de most már felmentünk így pluszba. Jut eszembe pluszba menésről, most már Lope is megkedvelt. Ő egyébként kasszíriai, úgyhogy igen, amint én is kasszíriai leszek, szintén még jobban fognak szeretni. Most az van, hogy, hogy először is átvágyok a kultúrát, amennyiben lesz rá elég pontom. Szerintem lesz, mert csak is kell hozzá. Ó, oh, já, yeah, felnőttem. Másrészt pedig elmegyünk zarándokolni. Margaritát nagyon szeretem, ő rokon, úgy látom. Ja, az anyám, Oké. Okay. Ő tanított, ő nyomta rám a norman kultúrát, elvesztettem a bossit tough soldier lettem, hármas, nem is olyan rossz. Annál már csak a négyes lett volna jobb, és ennyi, amit tudni kell most így rólam. 17-re felment a marsal, ugye ennek köszönhetően az azért egész jó. Az én ki tudok békülni. Anad nézzünk itt egy fát. Ugye marcsalon leszünk, és legyen egy... Prowess Focus. Öt Action Opinion segít majd gyereket csinálni. Igen, akkor legyen a Prowess Focus. Stowell trader el -re fogunk kezdeni, hogy vezethessek csatákat. Ez az egyik, amit már akartam csinálni. A másik az az, hogy... Convert Local Culture 300 Prestige. Astrolené... Astur leonéze kultúra. Aha. Ez, um, ennél el tudnék képzelni ideálisabbat is, mondjuk a kasztilei kultúra. Na. A kasztilei nekem jobb lenne, de az át kéne raknom a fővárosomat. Mondjuk Burgózba. Vagy Burgoszba. Ahhoz, hogy az működhessen. Szerintem az jobb lenne, hogyha, hogyha kasztilei kultúrára váltanék. A kasztíriai kultúra előrébb van-e? Ó, hogy ez galicé, ez meg kasztíriai. Hát akkor igazából mindegy, nem? Mindegyik rossz. Jó, legyen az, hogy, hogy maradok itt. Őseim kultúráját megtartom. És Astur Leonéze leszek. kul, cool. Ez nagyon jó. És akkor most... Sokan nem szeretnek jobban, de sokan igen. A feleségemet még nem próbálom meg hát ha sikerül természetes módon összehozni egy trónörököst, de elmegyek pilgrimálni, gyakorlatilag nulladik napi rendi pontként. Megyünk a Vatikánóba. Igen, az van. Ó, oh, nem a Vatikánóba akartam, Jeruzsálembe akartam menni. Ezt most elnéztem, basszus. Na mindegy. Jó, akkor akkor, akkor majd legközelebb megyünk Jeruzsálembe. Most csak a Vatikánig tehát gyakorlatilag felszállunk itt a hajóra, áthajózunk, azt megyünk vissza. Én lettem a kulturális feje. Ennek a kultúrának Meret Jó, legyen. Bár a Herodri lehet, hogy jobb lenne. Nem, nem kell Herodri, hiszen már meg ki van oldva a bár. Az utódlás nincsen kioldva. Közben a banditákat elküldtem a francba. Trebusé, ez 50 évre, a Heraldry 46, a Menet 26, jó, legyen az. Gyukonzálónak fizetnék kell, mert a kutya széttépte a cipőjét, nem tudom, de ahogy nem fogok. Fakov Gyukonzáló. Tudom, pont most lettünk jobban, mert meg megvédtelek, hogy lemészároltál valakit, de ez nem így működik, sajnálom. Na már is mennyire jobban szeretnek, azt nézzétek. A root story. Csúnya sztorikat mesélnek rólam. Hát én azt mondanám, hogy inkább megpróbálok más társaságot keresni. Mert ez annyira nem adja. És nem akarok megházasodni amúgy. Mert igény az lenne rá. Meg is van. És akkor hogy szeretném megünnepelni? Pénz vagy presztis szeretnék kapni? Én most picit pénzt. Jó? Majd utána presztizsezünk de abból szerintem most viszonylag jól állunk, ezer presztízsel. Szóval azt akartam mondani, hogy a Confederate Party kéne elmozogni a további irányba. Ez még a High Partition nem lehet, meg Primo, meg Ulti, mert nincsen kifejlesztve, de sima Partition rátállhatunk, úgyhogy én erre is állnék. Ez általában senkit nem szokott zavarni. Ezen megérkeztem, 625 Pieta, ami pont elég, és akkor merre támadjunk, ez a nagy kérdés. Mert igen, sok irányba mehetünk. Szerintem Zirid irányába kéne menni, mert hogy mondom a logikát, a Muvaladiak, hogyha erre mennék, ebbe az irányba, akkor további Muvaladi területeket szereznék, akik egyként állnak össze. Viszont az asharik az már egy külön frakciót képez, tehát a Muvaladik és az asharik nem lázadoznak együtt, azt hiszem. És ezért ez a jó döntés, Zirid vagy Kordóba, Zirid a nagyobb és talán tudok érte menni Duke szinten, igen, Dutchy szinten tudok menni érte, úgyhogy én ezt választom, 2300 ember, nekem 6400-an van, plusz még a hátam mögött vannak a franciák, úgyhogy menjünk, az van, hogy még most viszont nem én fogom irányítani ezt a sereget, mert még nincsen, mondjuk elég szarok a oké, meg 28-as lennék, szóval még nincsen meg a stalwart leader, tehát attól tartok, hogy fucking Meghalok a csatában. Nem érek haza addigra, amíg... Lehet, hogy kellett volna rakni magamat. Mert ez így óriási negatív. Tehát, hogy konkrétan hegyen támadok, nagyon rossz a tábornokom. Meg is halt. Wow. Oké, okay, nem ideális. Ez nem volt egy oltat ez a csata. Végére valószínűleg megnyerjük. De ez egy nagyon-nagyon sokat szenvedünk, és nagyon nyögvenyelős csata volt. Igazából sokkal jobban, mint amennyi, amire szükség lett volna. Prince Gathier szeretne egy szövetséget kötni. Ő 569 emberre rendelkezik, nem tudom ez hogy lehetséges, de oké. Okay. Ő a kuzinom. Na, megvan a csata. Hál' Istennek, elég sokat veszítettünk emiatt. És akkor én irányíthatnám, de most kicsit fölösleges. Hetes a második legjobb tábornokom. Azt a rohadt. Azért az nem mindegy. Azért az igen kemény. Én ugye nem tudok oda menni, mert hogy félek, hogy meghalok. Amíg nincs meg a Stolbert Leader, addig tartani is fogok tőle, de lehet, hogy muszáj lesz beadni. Mert nem mindegy, hogy egy hetes tábornok vezet, vagy egy 28-as. Ó, a HR-ben mi történik. Van egy ilyen háború, meg van egy másik, ez, ez amúgy simán nyeri, pedig nem úgy tűnik. Ja, meg van ez a háború. Mindenki a HR -e trónját szeretné, hát ez... Valahol érthető, csak... Nem túl szép látvány. az lesz, hogy a csatára akkor majd én fogom vezetni őket, nem nagyon... Van más választás itt. Ki az, aki szeretne belülni a tanácsba? Ó, hát elég sokan, ami azt illeti. Igen, szeretnék military engineer lenni. Na és akkor én leszek az ostrom tábornokunk. Na az viszont szuper. Szóval elég sokan szeretnének beülni a tanácsomba, és nincs annyi tanácsájem. Úgyhogy majd itt valahol el kell kezdeni konszolidálgatni a vazalusaimat, de ez majd szerintem a következő részre marad. Mostanra megköszönöm a figyelmet, kedden folytatjuk innen ezt a Let's sorozatot, ahol végre el tudunk kezdeni csapatni. A cél az, hogy kb. mindenkit elfoglaljunk olyan 10 éven belül, aki nem keresztény. Köszi a figyelmet, találkozunk kedden. Sziasztok!